világ tetején vagyok. Senki sem fog értem jönni. Egyedül vagyok, nem látok, de le kell jutnom. Egyszer csak felkiáltottam. Nem ezen a hegyen fogok meghalni. Brian Dickinson képzett és tapasztalt hegymászó. Megmászott többet is a világ legmagasabb csúcsai közül, de amikor 2011-ben a Mount Everest csúcsára ért, a dolgok teljesen kicsúsztak a kezéből. Felesége Joanna megpróbál visszaemlékezni férje nagy elhatározására. Amikor eldöntötte, tudtam, hogy bízom benne, tudja, hogy mit csinál, és hogy helyesen fog dönteni. Több mint 1500 méteres hegy is van a kertünk mögött. Reggelente többször bedobtam a hátizsákomba 25 kg súlyt, megmásztam a csúcsot, és aztán visszaértem a reggel 8-as értekezletre. A fizikumát tekintve Brian készen állt, ám a Mount Everest halálzónájára semmi sem készíthet fel egy hegymászót. Azért halálzóna a neve, mert nem lehet ott sokáig életben maradni. Ha elvágod az ujjad, nem gyógyul meg, és nem elég az oxigén sem. Minden lépés közben eltelik 5 másodperc. Lépés után a nagy levegővétel. Ezért ott nagyon lassan lehet csak haladni. Bryant egy barátja, Dennis, és egy helyi hegymászó kísérte el, ám nem sokkal az indulás után Dennis rosszul lett és hátra maradt. Brian és társa tovább másztak felfelé, másnap azonban bonyodalmak léptek fel. Brian megállt inni, ám megcsúszott, és elejtette a védőszemüvegét, így a szemét semmi sem védte az UV-sugaraktól. Leereszkedtem olyan 150 métert a szemüvegemért. Megtaláltam a közepén, végig volt repedve. A hegyen iszonyú hideg van, a szemüvegem is megfagyott. És a szemüvegnek a bal lencséjében pénzérme nagyságú lyuk volt, de a többi része is szétfagyott. Leszette a szemüveg belső védőrétegét, hogy jobban lásson. Nem tudta, hogy az UV-sugarak további kárt is tehetnek a szemében. Megijedtem, de nem volt szabad megállni, ezért nem engedhettem meg, hogy az ijegység legyőzzön. Koncentrálnom kellett, és tovább haladnom felfelé. 8000 méter magasan Brian és társa megálltak pihenni. Naplementekor ismét neki indultak a csúcsnak. Ám mindössze 300 méterre a csúcstól a társa rosszul lett, Briannek pedig nehéz döntést kellett hoznia. Szóval másszak tovább, meg kellett fontolnom a kockázat és nyereség függvényében. Nagyon erősnek és elszántnak éreztem magam. Emellett a társam is erősködött, hogy lejut egyedül. Elhelyezett nekem lejjebb egy extra oxigéntartályt. Ő elindult lefelé, én pedig felfelé. Egyikünk sem nézett vissza. Az egész mászás során éreztem egy erős jelenlétet, mintha nem lennék egyedül. Egy személyes jelenlétet. Brian egész éjjel mászott, másnap pedig felért a Mount Everest csúcsára, a Föld legmagasabb pontjára. Az utolsó pár lépésnél, a büszkeségtől a kimerültségig már mindent éreztem. Azt hiszem, rajtam kívül valaha is összesen 2-3 ember jutott fel a hegy valódi csúcsára. Nagyon ritkán esik meg. Könnyezni kezdtem, a családomra gondoltam, arra, hogy milyen régóta vagyok tőlük távol, és hogy le kell érnem, hogy hazajuthassak. Ereszkedni kezdtem, tettem néhány lépést, és hirtelen mindenhol csak fehérséget láttam, teljes fehérséget. Összeestem is, megragadtam a kötelet. Semmit sem láttam a hótól. Akárhová néztem, tényleg csak havat. Havat láttam, égett a szemem, mintha belülről karcolná a szemgolyóimat. Brian lassan ereszkedett lefelé. A szél süvített, próbált ledönteni a lábamról. Nagyon-nagyon fáradt voltam, olyan könnyű és békés lett volna becsukni a szemem, és belefeküdni a hóba. Egyé válni a hegyjel. Nem adta fel, ám a dolgok még rosszabbra fordultak. Az egyik hágóvas levált a csizmájáról, és lecsúszott a hegyen. Zuhanni kezdtem, fejjel lefelé. A kötél miatt elveszítettem az egyensúlyomat. A kezem, a lábam hátrafelé. A maszk lecsúszott az arcomról. Az oxigén ömlött ki a tartályból. Alig bírtam lélegezni, a szívem pedig embertelenül vert. Rendkívül rosszul voltam. A hágóvas mellett ért véget a zuhanása. Rászerelte a csizmájára és visszatért az útra. Megtalálta a társa által elhelyezett oxigéntartályt, de nem tudta működésbe hozni. Nem törődve a többletsúllyal, magával vitte a hátizsákban. Megragadtam a kötelet és tovább ereszkedtem, de néhány méter után elfogyott az oxigén. A maszk az arcomhoz tapadt. Letéptem és próbáltam mélyet lélegezni, de olyan kevés ott az oxigén, hogy nem sikerült.
Akkor térdre borultam, és megadtam magam. Nagyon egyszerű imát mondtam. Istenem, nem megy egyedül. Kérlek, segíts! Segíts rajtam! Ekkor a világ másik végén hirtelen a családja és barátai úgy érezték, imádkozniuk kell Brianért. Éreztem, hogy Isten szól hozzám, hogy imádkozzak Brianért. Nehéz helyzetben van, és hogy legyen ereje hozzá. Ezért imádkoztam. Olyan érzésem támadt, hogy talán valami nincs rendben. És imádkoztam, hogy Istenem, hozd haza épségben. Csoda történt. Mintha Isten lenyúlt, és a hátamnál fogva felemelt volna. Megmagyarázhatatlan erő tört fel bennem. Éreztem, hogy az élet visszatér a tagjaimba. Hihetetlen volt. Felálltam, erővel és reménnyel tele. Tudják, még sohasem történt velem ilyen, hogy ennyire ne lettem volna ura a helyzetnek, de itt szükségem volt segítségre. És itt megadtam magam Istennek. Brian ismét próbálkozott ugyanazzal az oxigéntartállyal, és most működött. Leereszkedett a 8000 méter magas hegyről, ahol a társai várták. A hit hozott le. Közben végig a családomra gondoltam, hogy lemegyek hozzájuk. A hegy csúcsától a hegy lábáig végig könnyeztem. A történtekre gondoltam, a családomra és a csodára. Társai segítségével Brian teljesen leereszkedett, és hazament a családjához. Egy hónappal később a látása is rendbe jött. Hálás Istennek, hogy minden lépésénél vele volt, a világ tetejétől kezdve egészen végig. Ott volt, amikor szükségem volt rá. Végig ott volt. Mindig ott van. Éreztem a jelenlétét, hogy nem vagyok egyedül. Amikor arra volt szükségem, hogy felemeljenek, ott volt. Annyira hálás vagyok, hogy Brian itt lehet velünk, hogy épségben hazaért hozzám. Az emberek feladják, de Isten soha nem adja fel. Nem számít, hol vagy. Isten mindig ott van. Keresztül vitt életem legnehezebb napján. Túléltem a lehetetlent.